Szállj költemény! Szólj költemény mindenkihez, külön, külön. Hogy élünk ám, s van időnk. Csípjük csak fületet. Mindenkihez külön, külön, hogy élünk ám, és van remény, van időnk, csípjük csak külön. Mutasd a gazdag újat is lenni, lesz majd kegyelem, forrás utat nem vért itat, a szabadság szerelem. Szólítsd, mint mél a borjú száj, a szorgalva szegényeket. Vágd a szívükbe, nem muszáj, hősnek lenni, ha nem lehet. Szállj költemény, szólj költemény, mindenkihez. József Attila Szállj költemény című versét hallották, és most hallgassák meg kérem József Attilától szintén a Naphimnusz című verset. Szeress úgy, mint a nap. A napsugár nem kérdezi, hogy mennyit ér a fénye. A napsugár nem kérdezi, hogy mit kap majd cserébe. A nap nem kérkedik, csak tündökölve árad. Simogat és átölel, és nem kér érte árat. Szeress úgy, mint a nap. Fenntartás nélkül, úgy, mint a nap, ami szívedből épül. Úgy, mint a nap, fényből születve, úgy, mint a nap, áldást teremtve. Minden ember fénysugár, a mindenségnek része. Azt hiszi, hogy porszem, pedig a mindenség egész. Minden ember fénysugár, egy a végtelennel. Minden ember fénysugár, bár ebben hinni nem. Szeress úgy, mint a nap, fenntartás nélkül. Úgy, mint a nap, ami szívedből épül. Úgy, mint a nap, fényből születve. Úgy, mint a nap, áldást. Nagy László versére kívánok minden szépen is jót. A mai nap hátra lépő részére bőtnek. Te szivárvány, szemöldökű, napvilág lánya, lángörű, dárdár a gyémánt, köszörű, könyörű, te segíts helyen. Dír a korbácsolt versenyló, lázadások van, csillag, kutyiba pillantó, könyörű, te segíts engem. Minden időben ismerős, mindig reménnyel viselős, bájunkkal isteni erős, könyörű, te segíts engem. Iszonyattól, ha szédülök, ha a pibasság rám dörög, önmagammal a küzdködök, gyönyörű, te segíts engem. Jobb, hogyha van az én jogom, enyém itt minden hatalom, fölveszem kardom, és adom, gyönyörű, te segíts engem.
felragyog az én udvarom, megdicsül a vér s korom. Galambok búgnak vállamon. Gyönyörű, ha segítsz engem. Köszönöm szépen. Kedves irodalombarátok, tisztelt pályázók, kedves díjazottak! Mai gálánkat Kelemen Csaba, a Gárdonyi Géza Színház színművésze tolmácsolásában elhangzott versekkel nyitottuk, hiszen a költészet napja után egy nappal természetesen a verseket, az irodalmat és alkotóit ünnepeljük ma is. Köszönjük szépen Csabának ezt a fantasztikus alaphangulatot! Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket itt az Eszterházy Károly Egyetemen. Kérem, engedjék meg, hogy bemutassam díszvendégeinket is. Komáromból a Selye János Egyetem képviseletében dr. Juhász György rektor urat. Itt van velünk a Miskolci Egyetemről dr. Czap László úr, az Egyetem intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektor helyettese. Szeretettel üdvözöljük Nagyváradról a Párciumi Keresztény Egyetem képviseletében dr. Nagy János Szabolcs egyetemi docens urat, akinek személyes érdemei vannak abban, hogy gálánk és kreatív műhelyünk eljuthatott határon túli vendégjárásra is, hiszen az első éppen Nagyváradon lehetett. Üdvözöljük körünkben. Szeretettel köszöntöm dr. Kusper Juditot, az Eszterházy Károly Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézet igazgató asszonyát, a Kortárs Hangon zsűri elnökét. Sok szeretettel köszöntöm a támogató irodalmi lapok főszerkesztőit, a Nyíregyházi Vörös Postakocsi főszerkesztőjét, Kulin Borbálát. A Pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztőjét, Mizser Attila urat. A Nagyváradi Várad főszerkesztőjét, Szűcs László urat. A kolozsvári Helikon képviseletében Horváth Előd Benyámin szerkesztő urat. És a hazai Agria folyóirat főszerkesztőjét, dr. Ködöböc Gábor urat. Köszöntöm Kálné Kovács Rita igazgatónőt, aki 14 év óta társgondozója a Miskolci Egyetemen ennek a közös hallgatói tehetséggondozó projektnek. Az egyetem vezetése képviseletében sok szeretettel köszöntöm dr. Juhász Tibor, kutatási és nemzetközi ügyekért felelős tudományos rektor helyettes ura. És természetesen sok szeretettel köszöntöm a mai gálánkon fellépő előadó művészeket, és mindazokat, akik valamilyen módon támogatják nemzetközi pályázatunkat. A Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi pályázatunk és mai gálánk fővédnöke, dr. Liptai Kálmán rektor úr üdvözletét küldi, de hivatali ügyei sajnos Budapestre szólították. Engem kért meg, hogy adjam át szívbéli üdvözletét és gratulációját a nyerteseknek. Nagy öröm számunkra azonban, hogy itt van velünk Pintér Márta Zsuzsanna, a Bölcsészettudományi Kar dékánasszonya. Őt kérném föl tisztelettel a mai rendezvényünk ünnepélyes megnyitójára. Tisztelt rektor urak, tisztelt tanár urak, tisztelt hallgatók, kedves vendégeink! Nagyon örülök, hogy az Eszterházy Károly Egyetem vezetősége nevében én köszönhetem ennek a nagyon szép alkalomnak a résztvevőit, mindazokat, akik eljöttek ma hozzánk. Tegnap volt a költészet napja, és ahogy már évek óta szokásos, mindig valamiféle performanszal készülünk együtt, hallgatók és oktatók. Tegnap az aulában verseket mondtunk, verskommandó fogadta az érkezőket. Aki kérte, aki nem kérte, kapott egy-egy verset, hogy legyen mit elvinnie magával a tegnapi napra.
és együtt szavaltunk, együtt énekeltünk megzenésített verseket, úgy, ahogy itt az előbb a művész úr tette, méghozzá az aulában olyan verseket, amelyeket a hallgatók, az adminisztrációban dolgozó kolléganők, vagy éppen tanáraik, akár a matematika tanszék tanárai hoztak magukkal, mindenki, aki szereti a verset. Az egyik vers, ami elhangzott ezen a tegnapi rövid kis performanszon, az az erdőről és a fákról szólt. És amikor azon gondolkoztam, hogy milyen metafora az, ami igazán méltó a mi mai ünnepünkhöz, akkor tényleg ez a fa metafora jutott eszembe. A magyar költészet olyan, mint egy virágzó lombos fa, aminek a gyökerei mélyen ott vannak az anyanyelvben, a magyar nyelvben. A fa törzsén ott vannak azok a nagy elődök, a régi magyar irodalomtól kezdve, az első költőktől, akár a kódexek másolóitól kezdve a mai napig, és azok az apró hajtások, fiatal rügyek, most nyíló apró levélkék, azok pedig maguk, fiatal költők, olyan egyetemi hallgatók, olyan diákjaink, akik nem csak tanulják az irodalmat, hanem maguk is érzik, élik, szeretik és megélik azt, hogy milyen, amikor egy gondolat versben születik meg. Nagyon köszönöm, hogy vannak még olyan fiataljaink, vannak olyan diákok, akár a magyarországi egyetemeken, akár a határon túli egyetemek magyar szakjain, akik szeretnének részesei lenni, szeretnének hajtásai lenni ennek a gyönyörű fának, amit a magyar irodalom jelent. Ez a pályázat, amit 14 évvel ezelőtt hirdettünk meg először, tényleg nagyon sikeres pályázata lett az Eszterházy Károly Egyetemnek és a Miskolci Egyetemnek. Az elmúlt évben már 9 intézményből 77 hallgató vett részt. Azt gondoltuk, hogy ennél többen már nem is lesznek, már nagyon szépen felfejlődött ez a 14 éves program. Az idei jelentkezések még ezeket a reményeinket is fölülmúlták. Ma 12 egyetem, 4 hazai és 8 határon túli egyetem 108 hallgatójának a pályázatát kellett elbírálnia a zsűrinek, nem volt könnyű dolgunk, és ez azt jelenti, hogy a mi saját 30 hallgatónkon kívül, aki részt vett ebben a versenyben, a kolozsvári, a miskolci, a komáromi, a marosvásárhelyi, a nyíregyházi, a nagyváradi, vagy éppen a csíkszeredai egyetem hallgatóit is itt köszönhetjük, és a résztvevők között láthatjuk ma. Nagyon örülünk annak is, hogy egyre több doktorandusz adta be a pályázatát, tehát nem csak egyetemi hallgatókat, hanem doktoranduszokat is itt látunk a pályázók a versenyzők között. Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, köszönöm a felkészítő tanárok, vagy a segítő tanárok munkáját, köszönöm a rektor urakat, akik megtiszteltek bennünket, hogy eljöttek, hiszen nagyon komolyan veszik, fontosnak tartják ezt az eseményt, és előre is gratulálok mindenkinek, azoknak is, akik ma nem kaptak díjat, de természetesen azoknak, akiket a zsűri legjobbnak talált, még inkább tiszta szépen, szeretettel. Köszönöm, hogy meghallgattak, és izgatottan várjuk az eredményt. Köszönjük szépen dékán asszony bevezető gondolatait. Ahogy azt már a bevezetésben jeleztem, körünkben üdvözölhetjük a Miskolci Egyetem rektor helyettesét is, akinek tudomásom szerint van egy igen inspiráló bejelentése. Megkérném dr. Czap László urat, rektor helyettes urat, hogy köszöntse ő is gálánkat, és kíváncsian várjuk a bejelentést, és tisztelettel megkérném, hogy mivel a rendezvényünket a Líceum Televízió teljes egészében rögzíti, legyen olyan kedves azt a mikrofont használni, hogy megfelelő legyen a hangminőség. Köszönöm. Tisztelt vezető, egyetemi támogató kollégák, kedves hallgatók, kedves vendégek! A Miskolci Egyetem szenátusa és rektor úr nevében szeretettel köszöntöm Önöket, mint a következő kortárshangon gála szervező egyetemét és házigazdáját, és ezúton és meghívom Önöket a jövő évi díjkiosztóra, és a hallgatókat az újabb művek beadására, és a hír terjesztésére, hogy ilyen verseny létezik, és ezen érdemes indulni, és a magyar nyelvet akár
nem kifejezetten humán hallgatók is magas szinten művelik, és oszlassák el azt a kételyt, hogy például egy műszaki hallgató az csak a szakmájához ért, és szakbarbárnak szokták nevezni. Biztatom a hallgatókat és a segítő felkészítőket, hogy még ezt a mostani csúcsot is döntsék meg, és több egyetemről, több hallgató, több résztvevő remélhetőleg hasonló színvonalon jelentkezik a jövő évi gálára, és Miskolcon ugyanilyen szeretettel és ünnepi körülmények között várhatjuk Önöket, és oszthatjuk meg a hallgatók sikerét egymás között. Sikeres rendezvényt kívánok! Köszönjük szépen, rektor helyettes úr, kedves invitálását, ott leszünk remélem minél többen. Mindig jó egy kicsit a jövőbe látni. A jövőbe látni, de a mában élni, ami a múltra épül. Jelen esetben 14 éve kezdődött múltról beszélhetünk, amit talán nem mindannyian ismerünk. Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Jónás Zoltán urat, az Eszterházy Károly Egyetem jogelődjének kulturális programigazgatóját, ennek a rendezvénynek a szülő atyát, úgy gondolom apostrofálhatom itt Zoli bácsit, akit tisztelettel felkérek, hogy legyen olyan kedves, avassa be az itt lévőket a kortárs hangon történetébe. Köszönöm szépen a kedves invitálást, nem tudok neki ellenállni. Valóban arra készültem, hogy egy picit beavatom Önöket, kedves irodalombarátaim, ebbe a történetbe, ebbe a magyar felsőoktatásban, legyen az határon innen vagy túl, párját ritkító, tehetséggondozó projektbe. Mert első pillanattól erről beszélünk, a tehetséggondozásról, a hallgatói tehetséggondozásról, hogy kapják meg azok lehetőséget arra, hogy fejlődjenek, akikben valami csíra mozog, valami megmozdult. Érdekes a történet, én 2003-ban kerültem ebbe az intézménybe, és rögtön az elején úgy alakult, hogy kerestek a hallgatók. Többféle érdekes dologgal kerestek, ilyen állatfaj akkor még nem létezett, ma sem nagyon létezik semmelyik egyeteme, hogy kulturális igazgató, hát milyen már ez, hát kíváncsiak voltak a hallgatók is, jöttek hozzám, és hát így született meg az egyetemnek egy nemzetközi fesztiválokat megjárt néptánc együttese például, vagy így vándoroltak fesztiválról fesztiválra az énekzene tanszékünk tanárai és hallgatói zenekarukkal, és hát így született meg ez a kortárs hangon is, mert már akkor 2003-tól engem már úgy bombáztak írásokkal, hogy hát mégis mi a vélemény, meg hogy van, mint van, és akkor a szerencsés sorsom összehozott K.L.N. Kovács Ritával, a Miskolci Egyetem jelenleg igazgatójával, Uni Hotel igazgatójával, aki hasonló indítatású ember volt, mint én, és hát akkor kitaláltuk azt, hogy akkor legyen egy pályázat, mert közeledik a József Attila centenárium, 2005-et írunk majd. Hát mi más lehetne mozgató, mint volt egy ember, akit József Attilának hívtak. És ez volt az első pályázatunk. Nem gondoltuk mi se akkor még, hogy ebből egy 14 éves sorozat lesz idáig. Bízom benne, hogy több is lesz. És utána született meg a kortárs hangon elnevezés, mert azt mondtuk, hogy mi az ő hangjukra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mit érzékelnek a világunkból, az ő világukból, hiszen itt párhuzamosan egymás mellett élünk a mi világunkban, ők meg az ő világukban, és ez a két világ nem mindig találkozik. Pedig nagyon fontos üzenetek vannak azokban az írásokban, amiket ők leírnak a világukról. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezekre az üzenetekre oda kellene jobban figyelnünk a felnőtt társadalomnak, mert hiszen ők azok, akik a társadalmunknak a képzettségét, a rangját, a színét alakítani fogják majd. És hát így kezdett megszületni ez az önmagát állandóan görgető és fejlesztő projekt, ez a kortárs hangon. Mert hiszen elkezdtük mi, EGRI, Eszterházy Károly Főiskola, Miskolci Egyetem,
az első pályázatot. Aztán rögtön valahogy adódott az, hogy hát kapcsoljuk már be a nyíregyházi főiskolát is, mert itt van a közelünkbe, végül is azért Észak-Magyarországhoz tartozik ő is, legyünk hárman akkor. Akkor elindultunk hárman. Aztán volt egy nagy lépés, ez 2010-ben következett el, amikor azt mondtuk 5 év után, hogy ez így egy kicsit belterjes, hiszen magyar nyelven beszélnek és írnak, jelenlegi határunkon túl is magyar egyetemeken magyar hallgatók, hát akkor miért nem számítunk rájuk, miért nem számítunk az ő véleményükre? Ekkor bővült nemzetközivé ez a pályázat, és kerestük meg Komáromot, Nyitrát is meg szoktuk keresni, most idén nem kaptunk tőlük, és hát kerestük meg Nagyváradot, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Csíkszeredát, néha Székelyudvarhelyt is, onnan is volt már, hogy kaptunk pályázatot, és így bővült ki az egész. És még egy nagy ugrás jött 2015-ben, mondom, ez egy önmagát görgető fejlesztő projekt tulajdonképpen, amikor azzal bővítettük a lehetséget, hogyha mi ennyire hangsúlyozottan hallgatói tehetség gondozásról beszélünk, hát akkor valóban adjuk meg nekik, a legjobbaknak, mert hiszen nem tudunk tömegeket mozgatni, de azért a legjobbaknak adjuk meg azt, hogy a szakmával egy kicsit mélyebben tudjanak foglalkozni. Kapjanak egy kicsit nagyobb lehetőséget, nagyobb nyilvánosságot, akik megérdemlik ezt. Hát így kezdődött el a kreatív írás művészeti műhelyünk, éppen Nagyváradon, köszönhetően János Szabolcs úrnak, aki büszkén vállalta az úttörő szerepet, mert hiszen először mentünk határon túlra gálával és műhelymunkával. És aztán folytatódott Komáromba, aztán folytatódott Kolozsvárot, és hát így kerültünk haza végre Egerbe, már régen voltunk itthon. Még egy nagy lépése volt ez a 15-ös év ennek a sorozatnak, ennek a projektnek. Megkerestük ezeknek, ahol az egyetemek léteznek, ezeknek az egyetemek régióinak az irodalmi lapjait. Én úgy nagyon halkan kuszatoltam volna a küszöb alatt, és úgy kopogtattam, hogy hát milyen jó lenne, ha a legjobb hallgatók azok kapnának egy publikációs lehetőséget. Hát azért az mégiscsak valami, hogy egy pozsonyi irodalmi szemlébe megjelenik, egy váradi Nagyváradba megjelenik, vagy egy kolozsvári Helikonban megjelenik a hallgató. És hát így bővült ez ki, aztán rám szóltak a főszerkesztők, hogy ne kopogtass, nyitva van az ajtó, mert nekünk is az a dolgunk, hogy a tehetséges fiatalokat igenis engedjük a közelébe a kortárs irodalomnak, és aki ezt megérdemli, az valóban jelenjen meg. Így született meg a lapdíj, aminek az értékét nem forintban tudjuk kifejezni, mert ehhez különösebb nagy értéket mi nem adunk hozzá forintban, tehát manuális dolgokat, kapnak lapszámokat, minden, az igazi díj az, hogy egyrészt kap egy oklevelet, hogy ő az pozsonyi irodalmi szemlének a lapdíjasa, és kap közlési lehetőséget ebben a labban. Pillanatnyilag én azt látom, hogy ettől sokkal többet ez a hallgatói tehetséggondozó projekt még nem tud lépni, de ha a múltba visszatekintek, biztos eljön még valami lépés az élettörténetünkben. Még egyet szeretnék elmondani, ha már szót kaptam, és aztán ez egy befejező szakasz lesz a mondandómba, hogy sokáig gondot okozott az, hogy tudjuk elkerülni azt, hogy esetleg részrehajlással vádoljanak bennünket a pályázók. Mert ennek az árnyékát is kerülni akarjuk. Na, ekkor találtuk ki azt, hogy a hallgatók abban a pillanatban, hogy jelentkeznek erre a pályázatra, kapnak egy kódot. Kapnak egy számbetű kombinációt, és ezen szerepelnek. A mai napig rajtam kívül senki nem tudja, hogy ki van a kódszám mögött. Még a főszerkesztő kollégák is most fogják megtudni. Tehát nem befolyásolhat bennünket az sem, hogy a bábesbújai nemzetközi nagyhírű egyetemről jött, mert nem tudja a zsűri. Nem befolyásolhat az se, hogy ez a hallgató már tavaly is jött, ha csak az írás alapján rá nem ismer, de nem tudja, hogy ki van a kód mögött. Ez most kerül nyilvánosságra, illetve hát olyan szűk körben, mint a nyomda, és ezek tudniuk kellett már, mert hiszen benne van a kötetben, ők tudják. Ezért én azt kérem a hallgatóktól, akik megkapják a díjukat,
hogy ne az legyen az első, hogy a kötetet elkezdik lapozgatni, főleg ne a társuk előtt, hadd legyen mindenkinek meglepetés. Senki nem tudja közülük, hogy milyen díjra érdemes. Hát hadd izguljon, hadd legyen nagyon kedves meglepetés az, hogy jé, hát még van díj, még én is ott vagyok benne. Azt tudják, hogy díjazottak, mert hiszen úgy hívtuk meg őket, de hogy milyenre, mire, azt most fogják megtudni. Én bízom benne, hogy ez a fajta világszemlélet, amit az írásaikban találunk, ez mozgatni fogja önöket és utódjaikat jövőre is, azután is. Hát pillanatnyilag még 2 évre garantálva van, hogy ezt meg kell, hogy csináljuk, meg egy Európai Uniós pályázatban benne van a projektünk, így ennek eleget kell tenni, tehát ennyit előre tudok mondani. Most a díjazottakkal, a gála után megyünk már akinek szokásos hely, aki tavaly is volt, Tisza Bábolnára, ebbe a kreatív írás művészeti műhelybe, és most előre súgom, hogy a nyáron is fogom keresni a díjazottakat elsősorban, aztán ha tudunk, akkor többet is, mert augusztus 25 és szeptember 1 között ismét lesz kreatív írás művészeti műhelyünk, fölkészülés a következő évi pályázatra, ugyanazokkal, akik már ismerősek azoknak, akik voltak az elmúlt évben. Hát ennyit a történetről, egy picit sokat beszéltem, elnézést kérek, de ezeket el kellett mondanom, hogy valamennyire együtt tudjunk gondolkozni. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük szépen mi is. Kedves XY vézérzsék, nem sokára lehull a letel, de mielőtt ez még megtörténne, olyan jó újból kimondani ezeket az impozáns számokat, amelyeket már hallhattunk, hogy idén 12 egyetem, 108 hallgatója pályázott, akik közül zsűring döntése alapján 50-en kerülhettek be a válogatott kötetünkbe, és köztük van az a 22 hallgató is, akik valamilyen díjjal mehetnek ma haza. De azt még nem tudjuk, hogy milyen értékű volt ez a pályázat, ahogy ugye Zoli bácsi is említette, teljes homály fedi, én azért már sejtem. Felkérem a zsűri elnökét, az Eszterházy Károly Egyetem Nyelv és Irodalomtudományi Intézetének igazgatóját, dr. Kusper Juditot, hogy elnöki szemmel legyen olyan kedves, értékelje a mostani pályázatot. Kedves kollégák, kedves vendégeink, kedves pályázóink. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és tudom, hogy most már nagyon-nagyon izgulnak, és nem szeretném húzni az időt, és nem szeretném azt ecsetelni, hogy milyen a zsűri munkája. Kegyetlen. Nagyon-nagyon nehéz volt. És jaj, arról mesélni, hogy hogyan is zajlik ez a pontozás, amikor Zoli bácsi kopogtat az ajtunkon, és csak küldi az e-maileket, és ó, még egy adag pályázat érkezett, nézzétek át ezt is, és még érkeznek a pályázatok. A fejünket kapkodtuk, amikor megérkezett az idei létszám, a 108 pályázó, körülbelül dupla ennyi pályaműve, mert hiszen mindenki 2 művel pályázhatott ezen a versenyen. Nem volt egyszerű dolgunk, és bizony azt be kell vallanunk, hogy valószínűleg mindenki máshogy értékelt ebben a nagyon szigorú zsűriben, de ahogyan hallhatták, Zoli bácsi olyan tökéletes pontrendszert és számítási rendszert dolgozott ki, ami azt hiszem az igazságossághoz közelít, bár tudom, hogy ezek nehéz és filozófiai fogalmak, De talán valahol ott alulról elértük ezt a pályát. Elárulom kicsit sértetten, hogy még én sem láttam a kötetet. Tudom azt, hogy van, nem tudom, KZ71 és NV83 és így tovább, ismerjük a kódokat, a kódok alapján dolgoztunk, majd meglátjuk, és hamarosan kiderül számunkra is, hogy kit rejtenek ezek a nevek. De azt elárulom, hogy voltak gyanús pályázók. Olyanok, akikkel már azt hiszem találkoztam pályafutásom során, és hát ez nem a kódból derült ki, hanem a szövegből. És bizonyára sejtik, hogy ez mit jelent. Én ennek nagyon örültem, hiszen ez azt jelenti, ha beigazolódik a sejtésem, ez hamarosan kiderül, hogy így van-e, hogy vannak olyan alkotók, akiknek van stílusa.
egy olyan stílus, amit már kidolgoztak, érett stílus. Ez ne ijessze meg persze most először pályázókat, mert ugyanolyan szemmel néztük ezeket a szövegeket is, és azt hiszem különbséget tenni ilyen szempontból nem tett egyikünk sem, de valahol itt rejlik a lényeg, azt hiszem. Nem is beszélve arról, hogy két olyan zsűritársunk is volt, akik itt kezdték a kortárs hangomban, Posta Marianna és Magolcsai Nagy Gábor, akik kis pályázóink voltak, és azóta már kötettel rendelkező költők, írók. Kívánom, hogy az itt jelenlévő pályázók is, ha ilyen terveik vannak, lépjenek majd hasonló pályára. Én nagyon szívesen olvasnám sokuk önálló kötetét, legyen az akár líra, akár próza. Még azt tenném hozzá, hogy már tavaly is megfigyelhető volt, idén is, mind a lírában, mind a prózában igen nagyszerű alkotások születtek. Volt olyan év, amikor a prózai alkotások nem sikerültek annyira jól, de azt hiszem, most valahogy egyenlőségjelet tehetünk a két műnem közé, és tudjuk azt, hogy hát a líra egy olyan különleges műnem, ami, ezt a hallgatóim már többször hallották tőlem, a líra az, amikor én beszélek, az epika az, ami rólam szól. Nem nagy a különbség a kettő között, de mégis tudunk táncolni egyik helyről a másikra, és vannak olyan megszólalásmódok, amikor az egyik válik fontossá, van olyan, amikor a másik, de mindkettőnél ugyanoda lyukadunk ki, ki akarjuk fejezni önmagunkat, és meg akarjuk érteni azt a világot, ami körülvesz minket. A világot nem olyan egyszerű megérteni, de ha vannak kapaszkodóink, amik belülről vagy kívülről jönnek, akkor erősebbek leszünk. Ha van olyan muníciónk, mint amilyen a líra, vagy mint amilyen a próza, akkor talán egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, hiszen tudjuk azt, hogy költőjén lakozik az ember, és tudjuk azt, hogy az ünneplő ruhát föl kell venni, mint ahogyan az ünneplő verset is föl kell venni akkor, amikor a szívünk megtelik, és ez egy ilyen alkalom. Bízom benne, hogy mindenki örömmel fog ma távozni erről a rendezvényről, és abban pedig kifejezetten bízom, hogy eredményes lesz majd ez a kis workshop, a kreatív írás szeminárium, ahol, hadd említsem meg, kedves barátunk Kollár Árpád költő, író fog dolgozni a fiatalokkal. Egy tapsot azt hiszem megérdemel, Árpád megérkezett közben, akinek úgy gondolom szintén nagy szerepe lesz abban, hogy egyre tökéletesebb és egyre kifinomultabb alkotások születhessenek. Hajrá, kedves fiatalok! Nagyon köszönöm, hogy megörvendeztettetek minket ezekkel az alkotásokkal, és ne aggódjatok, nem volt olyan vészes végigolvasni ezeket a szövegeket, ez volt a dolgunk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mi is az értékelést. Kedves vendégeink, a most következő műsorszámmal már díjazottjainkat köszöntjük. Fogadják szeretettel egyetemünk énekzene tanszékének egyik legtehetségesebb hallgatóját, Farkas Antalt, aki több hazai és külföldi koncert sikeres szereplőjeként még OTDK-n is diadalmaskodott. Fogadják szeretettel Anti zongora játékát, Over the Rainbow.
A szivárványon túlról most vissza, ide az Eszterházy Károly Egyetem impozáns termébe, ebbe a gyönyörű kápolnába. Köszönjük szépen fiatal művészünknek a produkciót, és azt gondolom nem csigázzuk tovább a pályázóink érdeklődését. Kezdődik hát az ünnepi gála, talán legjobban várt része, a díjak átadása. És akkor Zoli bácsit megerősítve tisztelettel megkérem mindazokat, akik a díjuk mellett már megkapják azt a kötetet, amit még a zsűri elnöke sem látott, hogy lehetőleg ne olvassanak bele a műsor, a gála műsor végéig, és nem utassák meg a pattársuknak, a mellettük ülőknek, hiszen így elveszük a meglepetés erejét. Köszönöm szépen a megértést. A pályázathoz közel állók el szokták mondani, hogy ennek az egyedi tehetséggondozásnak egyik legnagyobb értéke, hogy 4 éve rangos, irodalmi, művészeti lapok támogatják labdíjaikkal, közlési lehetőséggel. Pozsonyból, Nagyváradról, Kolozsvárról, Nyíregyházáról és Egerből, 2 éve pedig Kolozsvárról az Erdélyi Magyar Írók Ligája is támogatja ezt a pályázatot, ezt ezúton is köszönjük nekik. Folyamatosan figyelemmel kísérte a pályázatot és alkotóit az évek során egyetemünk közéleti, kulturális és tudományos magazinja, a Paletta is, és idén a véleményét egy labdíjjal is megerősíti. Itt van körünkben Harsányi Judit, a lap főszerkesztője, akit tisztelettel megkérek, hogy fáradjon ide a díszasztalhoz, hiszen ő fogja átadni az első labdíjat. És aki elsőként vonulhat ki és veheti át ezt a díjat, ő nem más, mint Rump Tímea, az Eszterházy Károly Egyetem magyar etika szakos hallgatója, az elmúlt évi pályázatunk második díjasa. Pályázatunk hagyományai közé tartozik, hogy minden díjkategóriából egy pályázó fel is olvassa a művét, úgyhogy Tímeát arra is kérjük, hogy miután átvette a díjat, legyen olyan kedves, olvassa föl pályázati versét. Szívből gratulálunk Rump Tímeának! Kötelék. Én nem értem ezt, ám igen szertelen, tűnődve elém szállt eme verselem, mint napszállt a égboltom, mohó áradat, tömegen átsejlő karmazsin felkihad. Én nem értem ezt, de mézesen sajog, egy tekintet lelkemben örökkön vacog. Aranyszín napsugár villan az égen, pedig a sötétség leple leszállt már régen. Én nem értem ezt, de szívem zakatol, s a vágyak súlya az élethez lakatol. Üvöltő csendje lágyan simogat, akár az április, ha viharral riogat. Én nem értem ezt, de felemészt, gonosz kacallyal felettem heverész. Ostoba terveket szűttem a világba, de ha te szerettél, nem éltem hiába. Köszönjük szépen! És most következzenek sorban a támogató irodalmi lapjaink. Az Agria folyóirat az alábbi pályázóknak ajánl megjelenési lehetőséget. Baka L. Patrik és Ollé Tamás, Selye János Egyetem, Komárom. Forgács Fanni, Maklárini Baksa Anita, Krígel Zsófia, Herédi Rebeka és Kispál Dániel az Eszterházy Károly Egyetem hallgatói. Kubai Gábor, Krajnyák Ádám és Tóth Gergely a Miskolci Egyetem hallgatói. Sárkány Tíma és Rusu Szidónia a Babesbolyai Tudományegyetem hallgatói. Pálfi Tamás, Szabolcs és Szász Gyopár a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi hallgatói. György Alida, a Szapiencia Egyetem kolozsvári hallgatója. Veres Szidónia Krisztina, Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely. Vas Márton, Magyar Művészeti Egyetem, Marosvásárhely, akik külön levélben fognak egyébként erről a díjról értesülni, szívből gratulálunk nekik. Az Agria folyóirat szerkesztősége a labdíját
Sebestyén Kinga, a Babesbolyai Tudományegyetem hallgatójának ítélte oda, Ködöbötz Gábor úr már oda is lépett az asztalhoz, az Agria folyóirat szerkesztője, ő adja át ezt a díjat. Szívből gratulálunk tehát Sebestyén Kingának! A nyíregyházi Vörösposta-kocsi először csatlakozott támogatólapjaink sorába a lap két szerzőnek ajánlott közlési lehetőséget. Ő nem más az első hölgy, mint György Alida, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karáról, valamint Hubai Gábor, a Miskolci Egyetemről. Ők szintén levélben fognak értesülni erről a lehetőségről, a taps természetesen jár neki. A lap főszerkesztőjét, Kulin Borbálát szeretném kérni, akit már a bemutatáskor sem láttunk, de azt gondolom, hogy Jónás Zoltán fogja átadni a Vörös Postakocsi labdíját. A szerkesztőség ezt Kispál Dánielnek, az Eszterházy Károly Egyetem hallgatójának ítélte oda. Szívből gratulálunk! Az ő neve sem először forog ezekben a körökben. Szívből gratulálunk! Nagyváradról a Várad folyóirat az alábbi pályázóknak kínál megjelenési lehetőséget. Bakos Martin és Csató Anita, Eszterházy Károly Egyetem, Fülöp Dorottya, Sárkány Tíma és Vas Csaba, a Babesbolyai Tudományegyetem, György Alida, a Szapiencia Egyetem, és most jár a taps. Szűcs László urat kérném meg, hogy legyen olyan kedves, fáradjon a díszasztalhoz, hiszen a Várad folyóirat szerkesztőségének díja következik, és aki ezt átveheti a mai alkalommal, ő nem más, mint Hubai Gábor, a Miskolci Egyetem hallgatója. Gratulálunk! Pozsonyból az irodalmi szemle a következő hallgatóknak ajánlott közlési lehetőséget. György Alidának, a Szapiencia kolozsvári kar hallgatójának, és itt csak ez a név szerepel, tehát jár azt a taps ismételten Alidának. A labdíját János Szabolcs egyetemi docens úr adja át. Őt szeretném megkérni. Az irodalmi szemle szerkesztősége a labdíját Gagyi Judit Eszternek, a Párciumi Keresztény Egyetem hallgatójának ítélte. És itt van körünkben Mizser Attila úr, a lap főszerkesztője, aki mindannyiunkkal ismerteti értékelésüket. Őt szeretném megkérni, hogy fáradjon a mikrofonhoz. Az irodalmi szemle labdíját 2018-ban a Hold túloldalán című vers nyerte el. Az általunk díjazott költemény sokat merészen vállal. A líra történet talán legnagyobb témájához fordul vissza, az én és a másik közötti közelség, és a közelségben folyton jelenlévő távolság és idegenség tapasztalatát viszi színre. A két test közötti fizikai távolság egyszerre jelöli a humán léptéket, valamint azt az emberi érzékszervekkel alig mérhető távolságot, amely az emberi világ működését meghatározó égitestek között érvényesül. A vers legfőbb eleménye, hogy az interszubjektív viszont képes transzcendens keretbe illeszteni, és mindezt mértéktartó, tárgyias beszédmóddal kifejezésre juttatni. A kompozíció kiegyensúlyozott, az egyre rövidülő versszakok a narrativitástól fokozottan mozdulnak el, a komplex gondolatiság felé. A Hold túloldalán egyszerre idézi Kemény István és Tóth Krisztina poétikáját, lírai világát. A szerzőnek, az irodalmi szemle díjához a szerkesztőség nevében őszintén gratulálok. A Helikon folyóirattal folytatjuk, aki az alábbi pályázóknak ajánl megjelenési lehetőséget. Kispál Dániel, Eszterházy Károly Egyetem, Vas Csaba, Babesbolyai Tudományegyetem és Csató Anita, Eszterházy Károly Egyetem. Gratulálunk!
Megkérem Horváth előtt Benyámin urat, hogy fáradjon a díszasztalhoz, és adját a Helikon folyóirat labdíját, amelyet György Alida, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karának hallgatója nyert el. Ez évben második alkalommal kerülhet sor az Erdélyi Magyar Írók Ligája külön díjának átadására. A díjat ugyancsak Horváth előtt Benyámin adja át. A Liga díja idén Sárkány Tímeának jár, aki Kolozsvárról érkezett hozzá. Szívből gratulálunk tehát labdíjasainknak. Köszöntse most őket a következő műsorszám. Kerekes János megzenésítésében stílusosan egy József Attila verset hallunk, majd Puccini Gianni Schicchi című operájából Lauretta áriája csendül fel. Előadja Hegyesi Hudik Margit énekművész, az Eszterházi Károly Egyetem énekzene tanszékének tanára, zongorán kísér Kerekes János. Fogadják őket szeretettel.
Még egyszer szívből köszönjük a művészeknek ezt az előadást. Kedves vendégeink, ismerkedjünk meg további sikeres pályázóinkkal. Az Esterházy Károly Egyetem rektora külön díjat alapított a legtehetségesebbnek mutatkozó első éves, első pályázó EGRI hallgatóknak. A zsűri értékelése alapján ezt a díjat két EGRI hallgató érdemelte ki idén. Egyikük, Forgács Fanni, bekerült a 15 éves múltra visszatekintő Szárnypróbálgatók 2018 Magyar Anyanyelvű Alkotók Országos Antológiájába is. Ő ma külföldi családi kötelezettsége miatt nem lehet itt velünk. Későbbiekben adjuk át neki a díjat, de a taps szerintem itt is jár neki. Tisztelettel felkérem Juhász Tibor rektor helyettes urat, hogy legyen olyan kedves, fáradjon a díszasztalhoz, hiszen van még egy díjazottunk, és rektor helyettes úr fogja átadni az ő díját. És a díjazottunk nem más, mint Galda Gábor Attila, aki tisztelettel kérek, hogy fáradjon ki és vegye át a díját. És a fiatalember meg is osztja velünk a nyertes pályaművet. A peron felett lebegek, magába olvaszt. A lepedők tisztásán kóborolva, egyre homályba merül minden, csábítóan takarnak maguk alá a gyűrődve hullámzó húzott tengerek. Ruhámként suhannak körém, s rejtenek el. Az ingatag matrac puszták óvatosan sóhajtoznak hegygerincem alatt. Gondolatokkal terhelt főmet pihenni hívják a párnadombok. E tájra tévedek mindig. Itt a billegő mozzanatok is már egy helyben nyugszanak, s a napfényében kirügyezett, mardosó méreképzetek is a leplek alatt csillapodnak le. A rozsdásodó izomrostjaim a füstködben tévelygő tüdömmel ölelkezve térnek nyugovóra. E tájon egy álmos állomás áll, amelynek sínjei önmagukba vezetnek. Az ereszkedő sorompók lágyan táncolnak, a rácsos fémszékek türelmesen csevegnek, de én már nyugtalanul a peron felett lebegek. Az álomgőzös bezakatol, utazásra hív, s megfüttyen a felszállásra intő, susogó síp. Messzire fuvaroz, de menetjegyet nem kér, nincsen más utas fenn, csak én és az üresség. Végtelen vagonjain számtalan az ülés, minden kattanás a sziporkázó zendülés. Rejtélyes tájakat, létpanorámát ígér, s mozzanatlan maradok, a távolba kísér. Emléksinek csikorognak, a tudatmozdony zenél, és a halvány állomállomásra én már csöndben beér. Köszönöm szépen! Kedves vendégeink, a zsűri elnökét már hallhattuk, engedjék meg, hogy pár szóban beszéljek a többiekről is, akik a zsűriben olyan heroikus küzdelmet folytatnak, mint amiről Judit beszélt. A zsűri tagjai már évek óta Miskolcról Filip Gabriella könyvtáros, lapszerkesztő, újságíró, kritikus, dr. Habil Szentesi Zsolt, egyetemünk irodalomtudományi tanszékének főiskolai tanára, Magolcsai Nagy Gábor, többkötetes fiatal költő, a Kortárs Hangon projektunk további korábbi többszörös nyertese, akivel egyébként a nyertesek a gálánkat követő kreatív írásművészeti műhelyünk szakmai előadójaként is találkozhatnak, és a már említett Posta Marian kötetes költő, aki szintén több éven át volt pályázatunk első helyezettje. Zsűrink az értékelés során négy pályázónak ítélt oda külön díjat, melynek értéke egy 10 000 forintos könyvutalvány. A külön díjak átadására tisztelettel fölkérem Kálné Kovács Ritát, a Miskolci Egyetem Unihotel igazgatónőjét, aki a Kortárs Hangon projekt 14 év óta tartó, kitartó, önzetlen támogatója, szervezője, és zsűrink elnökét, dr. Kusper Juditot, hogy fáradjon ki, és közösen adják át a díjakat. A zsűri tehát külön díjban részesíti Csató Anitát, az Esterházy Károly Egyetem hallgatóját.
szintén külön díjat vehet át. Rump Tíme, az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója. Külön díjban részesül Krígel Zsófia, az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója, akit nem látok a sorokban helyet foglalni, de úgy gondolom eljuttatjuk számára is ezt az ajándékot. Szívből gratulálunk innen is Zsófinak. És végül, de nem utolsó sorban külön díjas lett még Sárkány Tímea, a Babes-Bolyai Tudományegyetem hallgatója Kolozsvárról. És Tímeát, miután átvette a díjat, tisztelettel megkérek, hogy olvassa föl. Művét. Tímea, a szó a tiéd. Elbírni hogy lehet? Sötét volt, uram, induláskor, te már csak tudod, milyen egy belső sötétség, amely napok óta benned szárad, szirmaival lassan feltelik a szoba, nem kapsz levegőt, elvergődsz az ajtóig, és a legfelső lépcsőfokon megérted, a kilépés valójában a büntetés. Távoli helyeken becézni kezdik a sötétet, mellkasukra ültetik, hogy dédelgessék, még észrevétlenül be nem szakítja a szívet. Én csak nevén akarom nevezni a hallgatást, hogy ne fúrja tarkomba magát induláskor, ne rakjon fészket a csigolyák között. Áthatolhatatlanul zsibbad a levegő, vérem nem viszi szívig a hangokat. A retina magába fordul a sötétben. Újadon a fekete rigót, uram, nem láthatom. Feloldódik a feszített csőr, a levegővel telt csontok szétfolynak az anyagtalanságban. Sötét volt, uram, a temető gyertyái tovább vakítottak. Be kellett hújnom a szemem, hogy egyensúlyt tartsak a fákkal. De hát dőlnek a fáid, uram, s dőlök velük én is. Antarktiszi erdők oldódnak a lábak alatt, melyek nem a végtelenhez mérik lépteik. Nem a végtelen építi a lépcsőházakat. Egymás feje felé torlódó magányokról beszélnek a beavatatlanok, megbotlanak, majd térdre buknak a lépcsőfordulókban. Félnek, uram, látod, félnek a találkozástól. Kitörik lábukat, visszamásznak sziromfulladásba. Újjaidról a fekete rigókat, uram, eleresztetted. Befészkeltek némán a csigolyák közötti résbe. Nem csak benne, bennem is kaparásznak. A lépcsőfordulókban egyre nő a fájdalom. Egyre közelebb kerünk a másik madarához. Uram, még egy emelet magányt elbírni hogy lehet? Tisztelt pályázóink, kedves vendégeink, egy újabb műsorszámmal szeretnénk önöknek nektek kedveskedni, egy megzenésített verssel. Előadója, egyetemünk hallgatója, aki kedves feleségével már sok örömet szerzett nekünk műsoraival, párja Niki most friss anyai örömeivel van elfoglalva, így egyedül vállalta a műsorszámot, egy Kovács András Ferenc verset hallunk. Előadója, Majoros Roland. Én az, aki berég dadogó diadal, sűbű pert figuráztam a lanton. Most látom a sok dagadó kiagyalt, piti bult tolakodni a lanton. Übű pert mi nekünk, übű pert szeretünk, gyere vissza te falka vezérnek. Az erő ma velünk van, a tett teredünk, coki harcra ti fajta pecérek. Noha hűpuli, mint csak azon kesere,
dugu pénz, csibe csontra ma holnap. Se gubán, se subán, köppenyre se futja. Kutya nyelvünk már, hova dugjuk? Elenyészet a dics kubaszos pereputja. Apcuk, adi bandi, saduktuk. Fölugatnak a vének a kor honorál, hany szitnek a korcsok, a laklik. Bocsánat. Kutya múzsa tenyész nyomulós epigont, hany tud. Se kutyánk, se ugánk, kapnánk, se nincs. Ó, oh, bocsánat, egy pillanat. Csak a refrént még várják meg, az érdemes. Csak hiányzik a felem, a drága feleségem, úgyhogy... Se gubánk, se subánk, se gubánk, se subánk, köpenyre se futja. Kutya nyelvünk már, hova dugjuk? Elenyészet a dics kubaszos pereputja, apcuk, adi bandi, saduktuk. Nosza kontra marók, agyatok, lepigon, butakosz hever áll, vagy a bókra. Kutya múzsa tenyész nyomulós epigon, ebugatta a gaz, s agy a bókra. Hát köszönöm szépen. Most láthattuk, hogy a gyermekágyas időszak bizony az édesapákat is megterheli. Úgyhogy szerintem ő feltöltődni fog majd menni hozzátok a táborba. Köszönjük szépen Majoros Rolandnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, egyre izgalmasabb és értékesebb díjak átadása felé haladunk. A harmadik díjak átadására felkérem Jónás Zoltánt, a Kortárs Hangon pályázat ötlet gazdáját. A zsűrink három pályázónak ítélte oda azt a megosztott díjat fejenként 15 000 forint értékben. Baka L. Patrik, a Komáromi Selye János Egyetem hallgatója személyesen nem tudja átvenni ezt a díjat, azonban tisztelettel felkérném dr. Juhász György rektor urat, hogyha megtenné, hogy átveszi és továbbítja neki, akkor nagyon sok szeretettel ezt megköszönjük, és gratulálunk a hallgatónak. Úgy tudom, hogy a körünkben van azonban a Miskolci Egyetem azon hallgatója, aki ebben a díjban részesült, és őt úgy hívják, hogy Krajnyák Ádám. Szívből gratulálunk neki. Úgy látom, ez valódi meglepetésként érte. És végül, de nem utolsó sorban, harmadik díjas szerzőnk nem más, mint Ábrahám Edit, az Eszterházi Károly Egyetem hallgatója, akit tisztelettel felkérünk, hogy a díjátvétel után ossza meg velünk produkcióját. Mindig szomorú. Mindig szomorú mámorban csorgó nyállal, szájam szegletében, most tavasz van. Nézek fel átlátszó fal felé az éden, mosolyog, a felhő nyitott ajkam közt besurran, egy kisbogár hangá válik a kék égboltra, károgja csak soha már. Húzza nedves föld magába, kukacok rágnak resten, édes anyaföld szerelembe estem, és halálosan is el nem ereztem. Huny pilláit hunyorog, élvezd illúzió otthonod. Egyszerű és tágas tér, ütősebb, mint száz kastély, és könnyek szöknek, mossák át a vásznat, zord vihar fellegek szememen át, fejembe szállnak. Árasztják el az álmot, szivárvány színeket kevernek össze, egyenetlen rögös massza, ahogy jössz te. Mosolyogsz, és fáj a mosolygásod. Most, hogy nekem nincsen másom, ostoba kis vergődésem, dajkáltató kínlódásom. Most is, ahogy kezem nézem, masszírozom az ideges kétkedésem, forgó, pörgő, zakatoló szívem.
fekszik a sínen, fekszik a sínen, hogy vonat jön reszketeg izgalom, szétrobban hull száz felé a sok véres húshalom. Ennyi volt, ó, ennyi volt, egymáson fekszem, én sok holt. Köszönöm. Kedves pályázóink, még mindig van miért izgulni, most a második díjak átadása következik, melyet szintén három pályázó érdemelt ki, ők 20 000 forintos díjazásban részesülnek fejenként természetesen. A második díjak átadására tisztelettel felkérem dr. Czap László urat, a Miskolci Egyetem rektor helyettesét. Ebben a díjban részesült Kovács Péter Zoltán, a Babesbolyai Tudomány Egyetem hallgatója Kolozsvárról, akinek elfoglaltsága miatt később eljuttatjuk a díját, de a taps úgy gondolom, hogy jár nekik. Megköszönjük a segítséget, hogyha a postaköltséget megkímélitek nekünk. Ugyancsak második díjas lett Fülöp Dorottya. És ő itt van körünkben, a Babesbolyai Tudomány Egyetem hallgatója, úgy szintén Kolozsváról, szívből gratulálunk. És a harmadik díjazottunk nem más, mint Hubai Gábor, a Miskolci Egyetem hallgatója, aki a második díjasok nevében a díj átvételét követően szintén bemutatkozik egy verssel, szívből gratulálunk neki is. Szégyenérzet nélkül. Megjött a tél a depresszáns szerekkel, szívem egy falsa ritmusra hangolódik. Megszokás lesz minden áldott reggel, és nem jutok el magam túl a jóig. Napjaim csupán olcsó tévedések, ketté tört keresztek, kimustrált szavak. Nyakamat már szorítják a kések, nyelvem alatt rozsda és salak. Most kellene talán megbotlani végül, elvarni a szálat és nem kezdeni mást, belátni mi voltam, szégyenérzet nélkül, Isten ráncos tenyerén egy véraláfutás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sikeres pályázóink, kedves vendégeink! Elérkeztünk ünnepélyes gálánk csúcspontjához, az első díjak átadása következik, melynek értéke 25 000 forintos könyvutalvány. Zsűrink ebből a kategóriából is három pályázó írását emelte ki. A díjak átadására tisztelettel felkérném dr. Juhász Tibor rektor helyettes urat, hogy fáradjon a díszasztalhoz. A zsűri tehát első díjra méltatta Vas Csabát, a Babesbolyai Tudományegyetem kolozsvári hallgatóját. Szívből gratulálunk! Ugyancsak első díjat érdemelt ki, mint a pályázat legjobb prózaírója, az Eszterházy Károly Egyetem hallgatója, akit úgy hívnak, hogy Kispál Dániel, szívből gratulálunk. És végül, de nem utolsó sorban, szívből gratulálunk első díjasunknak, György Alidának, aki a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatója. Tisztelettel megkérem Alidát, hogy az átvétel után legyen olyan kedves, mutatkozzon be egy versével ő is. Varrat nyomok. Három napja ment el, azóta véded magad az esőtől, nehogy elfelejtse a szagodat. Úgy hagytad a kócokat is a hajadban, hogy láthassa majd, érintetlen maradtál.
Tegnap azon gondolkodtál, hogyan kell mesztelen fotót készíteni, mert biztosra akartál menni, visszatér. De a kis cicák mindig megzavartak, mert akkorára nőttek, mint a diófa a ház előtt, és félteni kellett tőlük a csecsemőket, akik nem látták az éles karmokat, csak a szőrszagú dorombolást. Sosem köhögitek fel a szőrcsomókat, nem mertek kiejteni a szátokon semmit, csak nézitek a test emlékezetét, ahol a simogatások nem, csak az ütések hagytak nyomot. Ő szívesebben viseli a varratok helyét, mint a köztetek lévő szakadást. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, tisztelt pályázóink, gálaműsorunk végéhez értünk, elért eredményeikhez szívből gratulálunk valamennyi pályázónak és díjazottnak is külön-külön. Megköszönjük értékes írásaikat és várjuk Önöket jövőre is a 15. Kortárs Hangon nemzetközi irodalmi pályázatunkra. Valamennyi pályázatban résztvevő nevében külön tisztelettel megköszönöm az egyetemek vezetésének, a hallgatói önkormányzatoknak, hogy lehetőségeikhez mérten segítették munkánkat. Engedjék meg, hogy megköszönjem a projekt két házigazda egyetemének, a Miskolci Egyetemnek és az Eszterházy Károly Egyetem rektorainak, professzor dr. Toma András úrnak és dr. Liptai Kálmán úrnak, hogy személyes támogatásukkal segítették hallgatói tehetséggondozó munkánkat. A zárszóra végül felkérném Jónás Zoltánt, az Eszterházy Károly Egyetem volt kulturális programigazgatóját. Hát most nagyon nehéz megszólalnom. Egész idáig nagyon lazán követtem ezt a gálát, de most egy kicsit elszorul a torkom, mert borzasztóan boldog vagyok, és borzasztóan büszke vagyok rátok. Nagyon büszke vagyok azokra, akik most már 2-3-4 éve visszatérnek a pályázatunkra. Akik 2-3 éve állandóan a díjazottak között vannak. De büszke vagyok valamennyi pályázóra, mert hiszen azt látom az írásaikból és jelentkezéseikből, hogy tanulni akarnak, fejlődni akarnak, szeretnének megtalálni saját hangjukat, és szeretnének minél jobb színvonaton dolgozni. Nagyon izgalmas ez a munka, nem munka, életforma. Hiszen ti tudjátok, hogy az utóbbi 2-3 hónapban szinte hetente levelet váltunk egymással, hogy próbálok informálni benneteket mindenről, kivéve az eredményt. Hát az, én szerintem így a jó, ha itt tudjátok meg. Nagyon jó eső érzés, hogy nem csak az alapszakot végzettek, utána a mesterszakot végzettek, hanem még a doktori iskolába járók is visszajelentkeznek. Ez egy kicsit visszaigazolja azt, hogy valamit kapnak itt, ezen a pályázaton. Én ebbe bízom nagyon, és hát nagyon jó érzés veletek lenni, és látni benneteket. Mindig várom ezt a találkozást. Külön nagyon köszönöm főszerkesztő barátainknak, hogy ezt a hallgatói tehetséggondozást így támogatják. Elindult egyébként tudomásom szerint a Vörös Postakocsi főszerkesztője is, de hát nem ért ide ezek szerint, nem tudott eljönni, de ígérete szerint itt lenne. Hogy személyes jelenlétetek nagyon sokat jelent. Nagyon sokat jelent azoknak a hallgatóknak, akik itt vannak, és akik tovább viszik, továbbadják ezt. Annak a sok-sok hallgatónak, hiszen nem csak 5 díjazottról van szó alapnál, hanem egy jó pár fölkínált közlési lehetőségről, ami fölér egy díjjal. Hát azért az nem mindegy, hogy ilyen lapokban megjelenhetnek. Hálás vagyok nektek, és kérlek tartsatok ki továbbra is mellettünk, mert amint látjátok, megéri itt lenni velük. Ez az, amire nem számítottam, hogy én így fogok itt beszélni. Amiért rám most itt szükség volt, azok praktikus információk, míg el nem felejtem a rektor úr nevében, Liptai Kálmán rektor úr nevében, valamennyi díjazottunkat és pályázónkat,
zsűri tagjait, akik jelen vannak, a lapok szerkesztőit, az újságíró kollégákat. Szeretettel várunk egy fogadásra, itt az ajtónak kimegyünk rögtön, ez fog minket fogadni. Én tisztelettel kérem azokat a külön díjasokat, harmadik, második, első díjasokat, akik a tasakba találnak egy mappában oklevelet, és mellette egy borítékba könyvutalványt. Jöjjönek ide majd az asztalhoz aláírni, hogy ezt a könyvutalványt megkapták, mert ezzel nekünk is el kell számolni. Én nagyon szépen kérem azokat, akik jelentkeztek a műhelyünkbe, hogy nyugodtan fogyasszanak a fogadáson, utána várjanak meg, ha ott már mindent letaroltak, akkor várjanak meg itt ebbe a terembe. Nekünk Sárkány Timivel van egy tévéjelenésünk, és el kell szaladnunk egy negyed órára, és utána jövünk vissza, mert hiszen együtt megyünk ki Bábolnára, együtt megyünk ki Kollár Árpi jóvoltából, mert az ő kocsijába is van hely, az én kocsimba is van hely, és van egy mikróbusz, amit kértünk erre a szállításra, és még egy személykocsit. Tehát négy kocsival fogunk innen a közelből indulni, de oda együtt kell majd lemennünk. Tehát itt fogunk találkozni. Ne vegyétek úgy, hogy elhagyunk benneteket, kicsit a ti érdeketekbe is megyünk most a stúdióba Timivel. Köszönöm még egyszer mindannyiótoknak, várunk benneteket jövőre is, azután is, a pályázati támogatásunk szerint még 2 év garantált, aztán kitaláljuk a folytatást, és aztán jöttök ti, és csináljátok ti ezt az egészet, mert hiszen azért van, ti már ismeritek. Köszönöm és gratulálok mindenkinek, és várok mindenkit a következő évi pályázatra is. Minden jót nektek!